Idén is az első helyen végzett a magyar csapat az onkoolimpián, csak úgy, mint az elmúlt két alkalommal. A versenyt két éve rendezik a rákos betegségből gyógyuló gyermekek számára. A Magyarországot képviselő 11 versenyző 11 arany, 4 ezüst és 3 bronzérmet szerzett Varsóban. Bétót Erika információi. Bő másfél óra múlva leszáll Budapesten az onkoolimpiai kis csapatgépe. A 16 éves Sipos Péter induláskor a következőket mondta. Nem jelenthető még ki az, hogy meggyógyultam, de lágyrészalkoma volt a jobb könyökömbe, ami után amputálni is kellett, ha nem tudták már megmenteni. Nekem már az nagy eredmény, hogy már vége van a kemoterápiának, és elindultam a gyógyulás útján, de egyébként hát jó lenne éremmel hazatérni. Minden álma így teljesüljön Péternek. 11 arany, 4 ezüst és 3 bronz. Ez a végeredmény, amellyel hazatérnek. A Gyermekrák Alapítvány finanszírozta a kis sportolók felkészítését és a kiutazását. Balog István az alapítvány vezetője. Óriási eredmény ez ezeknek a gyermekeknek, hogy a varsói onkoolimpián is a magyaroknak igazán csak a nevét és a dicsőséget tudják hazahozni. Az onkoolimpiai játékokon résztvevő versenyzők legfontosabb üzenete a daganatos betegséggel jelenleg is küzdő sorstársaiknak, hogy a betegséggel szembeni küzdelmet soha nem szabad feladni, van kiút, és le lehet győzni a gyilkos kórt.